3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik. Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. Aludoboz. Ez kerül most a célkeresztünkbe. Nem a konzerv, hanem amiben sör, vagy üdítő, vagy energiaital, vagy ilyesmi kerül bele. Nem kis dologról van szó. Évente a becslések közül... Tehát évente a becslések szerint körülbelül 1 milliárd ilyen doboz kerül forgalomba. A nagy kérdés, hogy mit kezdünk ezzel? Vida Péter, a Returpak Kft. Operatív vezetője és a Minden Doboz Visszajár programvezetője a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! No, hát most egy ilyen fogyasztói benyomást engedjen meg nekem. Lehet, hogy ilyenből nagyon sok van, de hát így olyan nagyon sokat nem gyűjthetnek vissza. Holott ugye az a sajtója ennek az aludoboznak, hogy ezt akárhányszor újra lehetne hasznosítani. Igen, úgy gondolja, hogy nem gyűjtünk sokat vissza. Én gondolom, hogy lehet, hogy önök igen, csak az 1 milliárdból általában... Igen, az 1 milliárdból nem tudom, hogy mennyi részt sikerül visszagyűjteni. Akkor kezdjük innen. Igen, a Magyarországon körülbelül az 1/3-át gyűjtjük vissza, úgy mindenestül. Tehát bőven van tér a fejlődésre, ebben teljesen igaza van. Hova kerül az, ami visszagyűjtődik, és hova, amit nem? Amit én beraktok a szelektívbe, az visszagyűjtődik? Visszagyűjtődik, így van. Tehát ennyire kevés, tehát magyarul ennyire kevés megy a szelektívbe? Egyharmad. Hát azért ez... bőven van hova fejlődni, ez kétségtelen. Nagyon sok infrastruktúrális fejlesztésre van még ahhoz szükség, hogy még több és még több menjen. Ugye azért Magyarországon körülbelül a lakosság fele fér hozzá a szelektív hulladékgyűjtéshez, ami azért megnehezíti ezt a dolgot. De egyébként mértük, volt egy fölmérésünk, aminek az eredménye az volt, hogy tudatosság tekintetében, tehát ismeretanyag tekintetében jól állunk magyarok. Tehát mindenki tisztában van az újrahasznosítás jelentőségével, teszi is, tenné is, az infrastruktúra hiánya akasztja meg tulajdonképpen őket. De hát azt gondolom, hogy hol van olyan tér a világon, amiben nem kell fejlődni. Tehát világos. Ebben is kell, de vannak nagyon jó lehetőségek. Igen, na ezeket a lehetőségeket vegyük sorra. Hogyha én nagyon tudatos vagyok, és tényleg felismerem azt, hogy ez egy értékes nyersanyag, akkor mit tudok vele kezdeni? De mielőtt erre válaszolunk, bocsánat, egy nagyon fontos kérdés. Ez csak egy ilyen urbánus legenda, hogy ezt akárhányszor újra lehet hasznosítani, vagy ez tényleg ez az alumínium doboz egy nagyon értékes nyersanyag, és igaz az, hogy akárhányszor újra lehet hasznosítani? Ez teljesen igaz. Az alumínium italdoboz a fenntarthatóság szempontjából az egyik legjobb csomagolóanyag. Épp ezek miatt egyrészt végtelenszer újra lehet hasznosítani, tehát nem arról van szó, mint más csomagolóanyagoknál, hogy néhány ciklus után annyira változik az anyagszerkezet, hogy már nem lehet felhasználni. Másrészt a teljes csomagolás újrahasznosítható, tehát nincs olyan része, ami ne lenne újrahasznosítható. És hát ezek nagyon különleges tulajdonságok, amiktől tényleg igazán jól használható és jól újrahasznosítható. Na most akkor térjünk rá arra. Felciccentek egy doboz sört, elfogyasztom, és onnantól mit csináljak vele, ha azt szeretném, hogy ez lehetőleg újrahasznosuljon. Először is mossam-e? Ne mossam. Tapossam? Ne tapossam. Világos. A mosás és a tapossás az mindenkinek a maga vérmérsékletére van bízva. Ugyanis hát a lényeg az, hogy otthon gyűjtsünk össze valamekkora mennyiséget, amit már érdemes elvinnünk egy automatába, valamilyen kereskedelmi egységbe. De aki nem szeretné azt, hogy otthon büdösödjön, az öblítse ki, aki nem szeretné, hogy nagy legyen a zsák, amiben gyűjti, az tapossa össze. Egy fontos, hogy úgy kell összetaposni a dobozt, hogy azt lapjával kell taposni, tehát nem lehet a tetejére taposva egy pogácsába, mert azt nem tudják az automaták visszavenni. Viszont, hogyha laposra tapossuk, akkor kis helyen elfér, és az automata egyébként egy teljesen egyedülálló módon
vissza tudja azt is venni. Az automatákon kívül, ha valaki lusta és nem akar gyűjtögetni, mennyire jó ötlet az, amit kollégám vázolt itt, hogy a szelektívbe a műanyagok közé bele dobjuk. Onnan is kiveszik azért? Jó, a szelektív gyűjtésnek az eredménye ugyanúgy újrahasznosítás lesz, mintha automatába dobjuk. Annyi, hogy aki automatába dobja a dobozt, az pénzt is kap érte vissza, vagy ami még fontosabb, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatot tudja vele támogatni a spárüzletekben. Na tessék. Hol vannak automaták? Igen, ezeket is vegyük. Honnan lehet ezeket felismerni, bár megkérjük technikus kollégánkat, ezek ilyen zöld nagy darab automaták és kereskedelmi egységekben azért lehet velük találkozni, csak oda kell figyelni. Igen, ez leginkább a magyarországi nagy kereskedelmi láncoknak az áruházaiban található meg. Osanokban, Spárokban, Kópokban, CBA-kban, Tesco-kban találhatják meg az automatákat, és nagy zöld szekrényt kell keresni, sokszor kültéren, valamikor beltérben helyezzük el őket, és aki bedobja a dobozt, az le tudja vásárolni a doboz értékét, vagy, és akkor még egyszer mondom, fel tudja ajánlani a gépen lévő egyik gomb segítségével a Máltai Szeretett Szolgálat javára, ami rászoruló gyermekek táboroztatását segíti idén is, meg hát a jövő években. Ez egy nagyon jó közlemény. Van egy, ravasz kollégánk, aki nincs itt, de bizonyára megkérdezné, hogy mennyit fizet az automata egy darab dobozért. Hát ha megkérdezné, azt válaszolnám neki, hogy változó. Vannak automaták, ahol 3-4 forintot fizetünk, de most egyébként elsőjétől indul egy, holnaptól indul egy kampányunk, aminek keretében további 2 forinttal megemeljük a visszaváltási értéket. De nem ez a lényeg, de azt tegyük hozzá. Igen, az újrahasznosítás sokkal fontosabb meglátásunk szerint is. Hány ilyen automata van, és hányra lenne szükség? Jelenleg 200 automata működik Magyarországon, körülbelül, kicsit több egyébként. Nagyjából ahhoz, hogy egy mindenki számára kényelmesen elérhető infrastruktúra legyen, kéne néhány ezer automata az országban. Tehát, hogy jártunkban, keltünkben ne kelljen keresni, jártunkban, keltünkben bele botoljunk, ahhoz néhány ezer automata szükséges. Mégis mivel motiváljuk akkor az embereket, hogy ahelyett, hogy szépen kényelmesen beleszórjuk a szelektívbe, ezt külön válogassuk, külön gyűjtsük. Pénzzel. Nem. Nem viccből mondtam. Hát a pénz az szerintem fontos. Egyébként van még más is, mert ugye azért Magyarországon, ahogy mondtam, nagyjából a lakosság fele jut hozzá házhoz menő szelektív gyűjtéshez. Ahol nincsen házhoz menő szelektív gyűjtés, ott így is úgy is el kell vinni otthonról a dobozokat, akkor meg már megéri olyan helyre vinni, ahol az ember pénzt kap érte. Nem beszélve arról, hogy az automatás gyűjtés nem kényelmetlenebb az otthoni tárolás szempontjából, mert ugyanúgy össze lehet lapítani, ugyanúgy kis helyen is elfér, ami egyébként egy teljesen egyedülálló szabadalom, ami általunk gyártott automatáknál, hogy a sérült dobozokat is vissza tudjuk venni, ennek megfelelően próbáljuk kényelmessé tenni az otthoni gyűjtögetést, mert ez szerintem nagyon fontos, hogy kényelmes legyen, hiszen a mai világban mindent kényelmesen próbálunk intézni, ezt is úgy kell. És mi a dobozok további útja, miután bekerültek az automatába, hogyan és mi lesz velük? Az automata még préssel rajta, hogy minél többet tudjunk szállítani egy fuvarral, ez is egyébként környezet, meg persze költségcsökkentő, környezetkímélés költségcsökkentő szempont, és ezután egy előválogatás történik, bár az automatás mennyiségben nem nagyon van más szennyezőanyag, csak alumínium italdoboz, de azért van egy válogatás, hogyha valami belekerülne, és ezután pedig kohóba kerül a doboz. Ott egy hőkezelést kap, leégetik róla a festéket, meg egyéb elszennyeződéseket, ki is szárad egyébként, és ezután beolvasztásra kerül, lesz belőle egy nagy alumínium tömb, amit aztán egy hengerműben laposra hengerelnek, lemez lesz belőle, és nagyjából egy 60 nap leforgása után újra a boltok polcaira kerül, mint csomagolóanyag. No, a hallgatók elkezdenek itt ötletelni. A legfontosabb az, hogy miért van az, hogy nem beszélünk arról, hogy mennyi energia kell az akárhányszor újra hasznosítható doboznak a beolvasztásához. Az energia mérlege ennek a megoldásnak mekkora megéri, ez így is visszagyűjteni? Ez az egyik legkülönlegesebb és legfontosabb dolog egyébként, hogyha ez hallgatói kérdés volt. Akkor az volt. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egy új doboz előállításához szükséges energiamennyiség 5%-a szükséges az újrahasznosításhoz. Magyarán
az energiamennyiség 95%-át megtakarítjuk akkor, hogyha újra hasznosítjuk a dobozt. Ha lerakóba kerül, földet szórunk rá, és soha többé nem látjuk, és ezért új alumíniumot kell létrehozni ahhoz, hogy egy doboz létrejöjjön, akkor 20-szorosa szükséges az energiának az újrahasznosításhoz képest. Aztán azt kérdezik, hogy miért ördögtől való megint csak a hallgatók a betétdíjasítás, ezt kivételesen akartuk is kérdezni, mert hogy ugye hamarosan megváltozik a hulladékkezelés rendje Magyarországon, ugye jönnek a betétdíjas műanyag termékek, ez az aludobozokra is vonatkozik? Vonatkozni fog a mi tudomásunk szerint az aludobozra és az üvegre is, tehát mind valamennyi tartcsomagolásra tulajdonképpen vonatkozni fog. Nem tartjuk ördögtől valónak. Egyébként azt gondoljuk, hogy ez is a pénzről szól, pénzzel motiválják tulajdonképpen az embereket arra, hogy az újrahasznosítást válasszák. Nyilván ez infrastruktúra is kiépül, tehát könnyebb lesz, kényelmesebb lesz az újrahasznosítás, de egy jelentős anyagi ösztönző fogja bátorítani az embereket arra, hogy újrahasznosítsanak, ami egyébként az európai tapasztalat alapján beválik. Uh-huh. Aztán az aludobozokat válogatás nélkül visszaveszi az automata, vagy csak azt, amit az adott üzlet árul? Ez is egy fontos kérdés, mert az üvegeknél sok esetben így van. Igen. Válogatás nélkül, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy alumínium italdoboz legyen. Lehet kicsi, lehet nagy doboz, teljesen mindegy. Jönnek a külföldi példák, hogy Finnországban minden boltban automata váltja vissza az összes üveget, műanyagpalackot, dobozt. A dobozonként 15 cent jár a Finnországban árultakra, Németországban 10 éve működik a hasonló rendszer. Ennyire rosszul állnánk? Magyarországon egy önkéntes rendszer működik, tehát a jogszabály majd kötelezővé teszi akkor, hogyha betétdíjas lesz a rendszer. Az a rendszer, amit mi üzemeltetünk, ez egy piaci alapon működő önkéntes rendszer. Egyébként a magyar sörgyártókkal hoztuk létre, és hát az volt a cél nyilván, hogy minél több és több automata legyen, ez az évek alatt folyamatosan bővült, de hát ezt a országos rendszert néhány ezer automatával azt nem tudjuk elérni, mint ami egy állami szabályozás esetén létrejön, de így is nagyon nagy eredmények tartjuk, mert Európában nincsen másik ilyen önkéntes begyűjtési rendszer, tehát ha innen nézem, akkor élen járunk, mert azokban az országokban, ahol nincs betétdíjas rendszer, ott még önkéntes gyűjtőrendszer sem működik, Magyarországon pedig már igen. Még egy kérdés, vonalkód. A visszagyűjtés mikéntjével többeknek van problémájuk, mert hogy vonalkódot kell leolvasni néhány helyeket, ezeket a dobozokat össze-vissza tapossák, utána már nem tudom visszavinni, visszagyűjteni. Tervezzik-e más módon, mint vonalkód alapján visszagyűjteni? Ezt is többen kérdezik. A mi rendszerünkben, ebben az önkéntes visszagyűjtő rendszerben nincsen vonalkód olvasás, tehát a minden doboz visszajár automatáinál, nem kell vonalkódot olvasni az automatának, ott az anyagot és magát a formát ismerjük fel, onnan tudjuk, hogy ez egy aludoboz. A betétdíjas rendszereknél lesz vonalkód olvasás, természetesen, ott ezt másként nem lehet megvalósítani, ott éppen kell majd a dobozokat valószínűleg visszavinni, de ez, mondom, ez egy másik rendszer. A most működő, vagy már elmúlt 10 évben már működő magyarországi rendszer, amit üzemeltetünk, abban nem kell vonalkódot olvasni, ezért van lehetőség a laposra taposott dobozt is visszavenni. Megkérdezi valaki, nagyon gyakorlati probléma, legyen ez az utolsó, cigicsikket sokan dobnak bele, ha így viszik vissza az automatába, azt is tudják hasznosítani. Beszéltünk erről érintőlegesen a kimossuk, nem mossuk probléma kapcsán. Igen. Igen, ez egy probléma, hogy sokan beledobnak ezt-azt. Hát ezeket, ha aki visszaviszi és észreveszi, hogy bele van dobva valami, az jó, ha kiszorja belőle a szemetesbe ezeket a benne lévő tárgyakat. De hogyha nem teszi, akkor is össze fogjuk préselni, és a hőkezelésnél ezek kiégnek, hamu lesz belőle, ezek nem örülnek egyébként a kohók, de ez elkerülhetetlen. Nagyon jó, hogy oda tudunk erre figyelni, mi akik gyűjtjük, vagy akik visszavisszük, hogy ne legyen ilyen benne. Nagyon szépen köszönjük, hát akkor további kitartást kívánunk a munkához, a visszagyűjtéshez, mert amit mi hallhattunk, önkéntes alapú, tehát reméljük, hogy előbb-utóbb az állam is felismeri ebben a végtelen szer újrahasznosítható anyagban rejlő lehetőséget, és akkor valami szervezettebb és immár állami szintű program is mögé áll. Köszönjük szépen az információkat. Mi is köszönjük szépen. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Szép napot önöknek.
Vida Péterrel beszélgettünk, a Returpak Kft. Operatív vezetője, ő és ő az operatív vezetője a Minden Doboz Visszajár programnak is. És egy nagyon jó ötlet, ha valaki nem akar vesződni, mint például kovászlak hallgató, akkor érdemes a hajléktalanoknak adni a fémdobozt, akik majd veszik a fáradtságot és visszaviszik egy ilyen automatába, és akkor így rajtuk is tudunk segíteni. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Támogatónk az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. No kérem, Schmidt-Andi hírei jönnek, aztán utána mennyire izgalmas feladat ma diplomáciai tanulmányokat tanítani Magyarországon. Erről fogunk beszélgetni Várkonyi Lászlóval, az IBS Business and Diplomatic Studies programjának a vezetőjével. Műsorunkban termék megjelenítést.